Halló, sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon! Ma egy nagyon egyszerű és gyors kaját fogok nektek készíteni, ami szerintem mindannyiótoknak a kedvence lehet. Én a mai nap találtam erre az ételre rá, ami nem más, mint egy pizza lesz. Tartsatok velem! Nos, a pontos hozzávalói 5 g élesztő, egy fél kanál cukor, illetve egy fél evőkanálnyi só lesz, 2,5 ml, 2,5 dl langyos víz, ebbe fogjuk belerakni ugye a cukrot, a sót, az élesztőt, ez majd miután föl kell, belerakjuk egy tálba, illetve a 400 g lisztet, tehát 40 dek a lisztet, és hagyni fogjuk ezt szépen keleszteni, majd szerintem olyan három részt tudok ebből kihozni, próbálom majd egyenlő darabra fölvágni, úgyhogy tartsatok velem, és nézzük, hogy fog sikerülni. A kimért langyos vizet beletesszük egy tálba, edénybe bele a cukrot, bele a sót, illetve belemorzsoljuk ezt az 5 g élesztőt is. Illetve, azt elfelejtettem mondani, még körülbelül egy kanálnyi olajat is tehetünk bele. Hol a kanala? Ezt egy picit elkeverve hagyjuk, hogy felfusson. És jöhet bele. És most egy jó, alapos összedolgozás lesz. Ugye szépen addig kell csinálni, amíg gyönyörűen el nem válik, de ez most már mindjárt elválik, sőt már el is vált az edény falától. Na, tehát így néz ki a kis tészta. Ezt lefedjük szépen konyharuhával, és igyekezzük meleg helyre, vagy legalábbis szobahőmérsékleten tartani. Na, most pedig elkészítjük a szószt. Most én olyat láttam, vagyis úgy olvastam, hogy simán sűrített paradicsomot, simán rákente ízesítés fűszerezés nélkül, biztos úgyis finom volt, viszont én olyat csinálok, hogy egy kicsi olajba a fokhagymát kicsit megpirítom, megdinsztelem, sót én sem fogok használni, és ebbe bele fogom tenni a sűrített paradicsomot. És tulajdonképpen így fogom ezt. Egy picikét le is pirítom, és ezt fogom majd szépen a tésztára rátenni. Jó, beleraktam a paradicsomot, egy picike bazsalikom, illetve egy picike oregano. Na most láttam olyat is, hogy valaki kakukkfüvet is tesz még bele. Volt egyébként már, hogy használtam én is. Úgy is nagyon finom egyébként ízlések és pofonok. Ezt mindenki saját magának igyekezzel kitapasztalni, hogy mi a jó. Ez nem sokára kész is lesz. Nos. Megdagadt. Ezt most szépen kivesszük. Thank you.
Megnézzük, hogy milyen lesz, hogyha így háromba vágjuk. Ezt azért még egy picikét így átgyúrjuk. Átdolgozzuk. De az biztos, hogy tényleg jó nyújtható lágy tésztája van. Nos, hát sikerült kinyújtani, hát megmondom őszintén, hogy formára nem a legszebb, nem a legjobb. Ez nem is tudom mekkora lehet, ez egy olyan jó, hát olyan 20-25 centis pizza lesz. Akkor most jöhet a szósz. Jó kis házi készítésű szósz. Egyébként a sütőt már egy jó 20 perce előmelegítem, most is folyamatosan megy, azt szerintem érdemes megtenni. Így. Oké. Okay. Nos, én azt olvastam, hogy először is nem a feltétet, hanem a sajtot tesszük rá. Így sokkal, elvileg sokkal jobb lesz, meg jobban is fog kinézni. Aztán majd kiderül. Tényleg, nagyon-nagyon-nagyon régen csináltam még pizzát, talán még utoljára 10 évesen. Na hát az szerintem az minden lett, csak nem pizza. Jó, jöhet bele a, vagyis rá a sonka. Úgy. És a gomba. Plusz. Plusz a kis kukorica. És ugye innestől már tudjátok, hogy ez egy songoku pizza lesz, hogyha kisül. Úgy. És mehet is be a sütőbe. Hát nagyszerű, ezt a szép, jó kis ügyetlenkedést, ezt valószínű, hogy nem vettem föl. A lényege, hogy ráraktam a deszkára, és szépen így rácsúsztattam a pizzát. Kicsit így meg is deformálódott, de nem vészes. És most mehet is a sütőbe. Nos, el is készült a pizza, és most szépen hozom ide. Nos, hát ilyen lett. Szerintem nem olyan rossz, de hát nem sokára. Az illata az biztosan nagyon finom. Mindjárt meg is kóstolom. Jöhet a kóstolás. Nagyon király lett. Formára nem a legtökéletesebb, viszont ízre annál inkább. Köszi szépen, hogy megtekintettétek. Ha tetszett, akkor készítsétek el, és iratkozzatok fel. További szép napot nektek, sziasztok!